Hát tudom, ha segít. Hallottuk volna. Biztos valami csavargó lehetek, vagy egy torvai. Megsurrant ide és puf lelőtte. Igen, tudjuk, egy késsel. Késsel? Mami, a kutyák ugattak volna. Nem ugattak, az biztos. Hát akkor? Csak nem valaki, aki bejáratos ide? Valaki, akit ismerünk? Ki telefonált utolsónak? A Játékszín 8 nő című előadásából láthattak egy részletet, amelyben Pásztor Erzsi Kossuth Díjas színművésznő a nagymamát alakítja, és a művésznőt köszöntöm itt a stúdióban is. Jó napot kívánok, üdvözlöm, szeretettel köszöntök. Nem messziről érkezett, így a közelről, a kerületből. Igen. És nem csak a város díszpolgára, hanem itt is járt általános és középiskolába is, de az nem derült ki számomra, hogy itt is született művésznő, vagy gyerekkorában költöztek. Igen, itt születtem az Ősz utcában. Az Ősz utcában. Igen, ami nagyon közel van ide. Most már nem tudom ugyan, hogy létezik-e még, hogy hol vagyunk, vagy hogy vagyunk. Én tulajdonképpen az életem felét itt töltöttem, és a másik felére költöztem el a 13. kerületbe. Csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy nagy örömömre nem csak itt vagyok díszpolgár, hanem ott is, ahol most élem az életemet. De nekem ez a két kerület teljesen össze egybe tartozik, mert nekem ez a terület a hazám, úgy érzem. Ide járok fogorvostól kezdve a piacig mindenhova, úgyhogy itt élem az életemet. Meséljen, milyen volt évtizedekkel ezelőtt Újpesten élni? Milyen volt így gyerekeskedés felnőni? Fantasztikus volt. Újpest egy olyan, nem csak azért, mert a gyerekkorom csodálatos volt, de ugye az anyukámnak fodrászüzlete volt itt, Újpesten. És akkor volt egy ilyen központi helyük a fodrászoknak, hogy ipartestület. Az volt az ipartestület, ami azt jelentette, hogy nem rivalizáltak egymással a fodrászok, hanem összejártak. Ott közös vacsorák voltak, itt voltak kerthelységek nyáron. Emlékszem, hogy gyerekek, mi ott játszottunk, de közös kirándulások voltak, közös programok voltak, ismerték egymást az emberek. Egyáltalán az iparosok összetartottak. És egy csodálatos élet volt nekem, az fantasztikus, annak ellenére, hogy ugye a háborút is itt éltük meg, ami hát elég borzalmas volt. De pont a napokban meséltem valakinek, hogy aki nagyon panaszkodott erre a nyomorult járványra, ami valóban rettenetes, de mi átéltünk egy háborút, és amikor kijöttünk a pincéből, akkor romokban volt az ország. És az én szüleim és a nagyszüleim szinte egy év alatt fölépítették ezt az országot, a hidakat. Egyetlen egy híd nem állt. És minden a helyére került valahogy, úgyhogy panaszkodni, hát nem szabad, semmiért. Ez az én meggyőződésem. Világ életemben optimista voltam, de ha erre gondolok, hogy milyen rémes volt a pincében 6 hetet lent tölteni, amikor az ostrom volt, Budapest ostroma volt, akkor föl se jöttünk a pincéből. És akkor onnan kiszabadulni, az volt egy nyomás. Az, hogy most járvány van, ez is borzasztó. De azért, hogy tüntetnek emberek, hogy ne kelljen a maszkot hordani, hát azért ez túlzás. Azt mondta, hogy világ életében optimista volt. Művésznő, honnan ered ez a világlátás, ez a derű? Igen, az édesanyám volt ilyen nagyon jó pofa, asszony volt, és ezt el szoktam mondani, hogy az anyukám lett volna igazán nagyon jó színésznő, mert fantasztikus képessége volt, isteni humora volt, és az üzletbe is bejártak olyan asszonyok, akik ott a környéken laktak, és sokszor nem csak a hajuk, mert régen még fésültetni is bejöttek. Hát ma már nem ismernek ilyesmit, mert egész más időket élünk. Vagy karácsonykor például, hát emlékszem, gyerekkoromban a nagymamáméknál voltam, és csak késő este vittek engem haza, mert az anyukám addig dolgozott, amíg az utolsó vendég haza nem ment, szenteste. Mert akkor akart mindenki gyönyörű lenni, és akkor este 8 óra, 9 óra, akkor még mindig dolgoztak. És valakit mindig megkért valamelyik rokon, földíszítette nálunk a fát. Én a nagymamáméknál voltam, és miután a szüleim elváltak, apukám hazahozott szinte éjszaka. De gyalog, toltam a babakocsit, amit akkor kaptam. Hát
csodálatos volt. Esett a hó, írdatlan hideg volt, amiket most már soha nem élünk meg ilyeneket, de ez mind jó volt, mert mind tele volt örömmel, és mindig jobb lett. Hát mindig jobb lett az életünk. Akár mennyire panaszkodnak az emberek, de ez az igazság. És milyenek voltak az újpesti iskolák? Hát én tulajdonképpen ide jártam elemibe. Itt volt egy sétatér, és a sétatér mögött volt az iskola. Én azt hiszem, és a gimnáziumom is itt volt. A Kanizsai Dorottya gimnáziumban érettségiztem, ahova most talán tavaly hívtak meg, 100 éves volt a gimnázium, és meghívtak az ünnepségre, nagyon kedves, szép ünnepség volt. És úgy szerettem volna felszólalni is, de nem tettem, mert úgy szerettem volna elmondani, hogy az én tanáraim voltak a legnehezebb helyzetben, mert pont akkor volt az átállás. Olyasfajta átállás, hogy ugye a háború után egyszer csak el kellett kezdeni orosz nyelvet tanítani, és egyszerre tanultak a tanárok velünk, mert nem volt ilyen. Ugye hát angol szakosak voltak, meg német szakosak, francia, orosz nem volt. De nem szólaltam föl, mert mondom, azt mondják, színésznő, ennek nem áll be a szája. Úgyhogy végigültem, nagyon szép ünnepség volt, örültem neki, hogy meghívtak, kedves volt. Hát én voltam a legöregebb, gondolom, mert hát én 1955-ben érettségiztem, ami hát azért nem tegnap volt. És hát a pályámon is 61. éve, hogy megkaptam a diplomámat, ugye? Tavaly kaptam gyémánt diplomát, az 60 év, és 10 évvel előbb kaptam aranydiplomát, az 50, és még van vas diploma is. Hát nem tudom, hogy azt én megérem-e, de ez igen, ez megvolt. És most, mikor gyalázzák az én csodálatos főiskolásom, a szívem szakad meg azért a gyerekekért, akik ott harcolnak jogosan, mert nekem a főiskola azt jelentette, hogy azt hiszem, ezt már elmondtam egy riportban, hogy amikor a körúton megyek kocsival, és a Vas utcát érintem, csak úgy, hogy kint megyek a körúton, akkor így beszoktam dobni egy csókot, mert olyan... Ilyen csodálatos élmény? Csodálatos élmény volt. Tehát az egész életemet meghatározta, mert olyan tanárok tanítottak, akik hát a szakmának a gyöngyszemei voltak. Visszakanyarodhatok egy kérdés erejéig a felvételihez? Ma ugye legendásan nehéz bekerülni a Színház és Filmművészeti Egyetemre, erről volt szó. Egyetlen egy verset tanultam meg. Egyetlen egy verset készült? Tudtam, de főiskolára csak egy vers, Falusi kislány, Cucor Gergely, Falusi kislány Pesten. És akkor emlékszem, azt mondtam, hát ez egy hosszú monológ tulajdonképpen, és hát parasztosan beszéltem, és úgy adtam elő, és hallottam a kuncogást, nem láttam, hogy kik ülnek lent, mert ugye ők sötétben ültek, és akkor nem tudtam, nagyon izgatott voltam, és mondtam a versemet, és a végén megkérdezte Básti Lajos, hát aztán már tudtam, hogy ő énekelni tud, Varga Julcsa bőrszuknyája, már nyomtam is az éneket, és fölvettek. Három felvételi volt, mind a hárman ezt a Falusi kislányt mondtam, soha nem is kértek mást. És akkor is nehéz volt bekerülni? Akkor is nagy volt hát a túljelentkezés? Hát vagy 150-en, vagy 250-en voltunk, és fölvettek 8-at. Akkor ez nagyon nagy értem hogyne volt. Hogyne. És abból is nagyon jó szeme volt. Fél évente volt rosta vizsga, és akkor kiestek. Most már nem emlékszem azokra, akik velem kezdtek, mert a végén két osztály indult, egy prózai és egy zenés. Én a zenésbe jártam. És a végén voltunk talán 10 a két osztályból. 16-an kezdtünk. Mi és ők 13-on. És a végén összesen voltunk 10 vagy 11-en, és hát abból is most már olyan sokan meghaltak. Az osztálytársaim. Igen. Miután megszerezte a diplomáját, játszott a Debreceni Csokonai Színházban, a Szolnoki Szigligeti Színházban, a Pécsi Nemzeti Színházban, a Soproni Petőfi Színházban, a Szegedi Nemzeti Színházban. Igen. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak Budapesten, hanem megismerte az ország nagyvárosait és kulturális központjait. Mennyire
Mennyire más? Létezik-e, létezett-e egy ilyen megkülönböztetés, hogy igen, valaki vidéki igen, színésznő, vagy pesti színésznő, és nem a művészi színvonalban, nem, hanem nem, a művészi színvonalat hagyjuk, mert talán azt hiszik, hogy pedig nem így van. Először is remek színészek vagy vezetők, például Debrecenben Szendrő József, aki egy nagyszerű pedagógus volt, volt az igazgató, és valahogy a közönség is más volt, bár akkor a kezdetén még arra nem emlékszem annyira, mert olyan betege voltam annak, hogy el kellett jönni Pestről, mert soha életemben nem hagytam el Budapestet. Na erre is kíváncsi lettem volna, hogy egy fővárosi fiatal igen, hogy nagyon érzi magát? És albérletben laktunk, és borzasztó nagy nyomorban éltünk, mert 1600 forint volt a fizetésünk, a kezdő fizetésünk, a férjem havi 200 forintot fizetett katona adót, mert különben rögtön főiskola után elvitték volna katonának. Tehát fizettük a katona adót és fizettük a lakbért, amire most már nem emlékszem, hogy mennyi volt, de tudom, hogy karácsonykor például megvettük a fenyőfát, és a férjem temperával befestette az ágakat, hogy mintha hó lenne rajta, mi díszünk, semmi nem volt. Nem tudtunk hazamenni, mert játszottunk éjjel-nappal, hála Istennek. Általában ünnepnapokon dupla előadásunk volt. És hogyha valamelyik fővárosi színházhoz szerződtek volna, akkor nem lett hát volna ilyen nehéz helyzetük? Hát két év után fölhívtak, két év után Szinetár Miklós, aki az osztályfőnökünk volt a főiskolán, férjemmel együtt fölszerződtetett a Petőfi Színházhoz, ami ma a Thália Színház, mert ő lett az igazgatója. És akkor ugye otthon laktunk, csak akkor a Petőfi Színház musical színház, az volt az első musical színház. És valahogy a közönség nem barátkozott meg ezzel a műfajjal akkor. És két év után bezárta, megszűnt a színház, föloszlott a társulat, és megint csak akkor az utcán voltunk. Milyen érdekes, hogy mára pont a musical az egyik legnépszerűbb műfaj. Imádja a közönség, és tele vannak a nem akarták, akkor az operett ment még, de ezt nem vette a közönség. És emlékszem rá, hogy az első darab, amiben ott játszottam, az a képzelt beteg volt, Molière zenésítve. Feleki Kamil volt a partnerem. Csodálatos. És az olvasó próbán Kamilka azt mondta, így a fogai között, hogy ez akkora bukta lesz. És én, mint ugye telve minden reménnyel, úgy magamban mondtam, hogy vénemben, most honnan veszi, hogy ez bukott lesz, megbuktunk. Annyira, hogy a harmadik előadáson bementem a színházba, és a pénztár fölé ki volt írva, hogy Feleki Kamil betegsége miatt az előadás elmarad. Kamilkának semmi baja nem volt, csak hárman vettek jegyet. És ma már én is tudom, az olvasópróbán tudom, hogy valami siker lesz, vagy nem. És mi a titok? Mitől lesz valami ezt siker, nem lehet és milyen? Megmagyarázni, ezt nem lehet. A szereposztástól függ, a darabtól, rengeteg mindentől függ. Rengeteg mindentől. De nagy képűség nélkül mondhatom, hogy én is tudom már, hogy mikor. De általában én szerencsésnek mondhatom magam, mert csupa olyasmiben játszom, ami siker. Legalábbis hát most már keveset játszom, éppen hogy ott vagyok a szakmában, de azért ott vagyok valahogy. Mesélj egy kicsit a 8 nő című előadásról, hát fantasztikus a szereposztás. Igen, nagyon-nagyon szeretés a közönség. Hála Istennek már 8 éve játszok. A játékszínben? Nem semmi. Az biztos. Ugye? És én ezt előzőleg már játszottam Sopronban. Igen. A Tura Éda Színházzal, igen. Sopronban ott is nagy siker volt. Még ma is játszhatnánk, hogyha nem került volna le a mű, és hogyha még nem mentünk volna szét már azóta. És akkor itt, ugye hát remek színészek, remek előadás, mit mondjak? Mi a darabban az, ami miatt a közönséget ennyire megfogja? Maga hát humor van benne. Szeretnek az emberek nevetni? És nagyon is, nagyon is, nagyon. Erre van ma a legnagyobb szükségük? Én azt hiszem, hogy igen. Igen, azt nem mondom, hogy nincs szükség arra,
hogy olyasmit is lássanak, hogy megrendíti őket, és a lelkükre hat. De most azt hiszem, hogy most különösen nagy szükség van arra, hogy mulassanak, hogy szórakozzanak, hogy elfelejtsék azt a borzalmat, amiben tulajdonképpen élünk, mert lassan eljutunk oda, hogy minden családban lesz valami baj. Mert épp ma mondta a szomszédasszonyom, hogy a nagyfiáéknál ő a fiú is, és a felesége is, a két gyerek nem, de mind a kettő megkapta. Szóval minden családban előbb-utóbb beköszönt ez a baj. Most a koronavírusra gondol? Igen, igen. És ha eljönnek ráadásul, hát nem is tudom, mekkora tisztelettel adózom azoknak az embereknek, akik eljönnek a színházba ezzel a tudattal, hogy így ülnek, össze vannak zárva. Mindegy, rajtuk van a maszk, rajtunk nincs, de mondjuk hálás vagyok, amiért maszkban ülnek, mert a kicsi a légtér, és ezt a darabot hála Istennek végig kacagják. Na most el lehet képzelni, hogy mi jön akkor föl a színpadra. Ugye, hogy ott fröcsköl, szétszana minden. Így is sokan vagyunk, mi magunk is ott nyolcan vagyunk együtt a színpadon, hogy egymás popsiába érünk szinte. De nagyon szeretik, és nagyon-nagyon, és a végén olyan hálásak, olyan, és akkor mindig úgy meghatódok attól, hogy most, Istenem, hogy ilyen áldozatot hoznak, mert áldozatot hoztak egyszer már azzal, hogy amikor elmaradtak az előadások, nem váltották, nem kérték vissza a pénzt. A jegyárát, így van. És most is eljönnek, mert ki vannak éhezve arra, hogy... Mert azért a televízió nem olyan, nem. Tudjuk. Sokat nyújt már akinek, de nem ugyanaz, amit élőben kapnak. Persze. És ugye itt vannak spontán dolgok is, hogy például véletlen tévesztésekből mekkora édes humor jön ki, és akkor azért is annyira hálásak. Hát sajnos mi is, mert akkor mindnyájan annyira röhögünk, hogy nem lehet megállni, de azt nagyon szeretik, és azt is megtapsolják, mert élvezik azt, hogy olyan dolog hangzik, például ebben a darabban többször előfordult már. És ön hogy élte meg a karantén időszakot, művésznőm? Hát talán úgy, mint a többiek, vagy talán egy kicsivel jobban, mert hogy nem csinálok belőle akkora tragédiát, magamba lebonyolítom a dolgot, tudomásul veszem. Nézze, nekem már minden nap, azt szoktam mondani, nem nap, minden perc ajándék. Én nemrég egy halálos betegségből gyógyultam föl, ami azt jelenti, hogy ajándékba kaptam az életemet. Mert 84 éves koromban, most töltöttem be szeptemberben, 20 évvel, 30 évvel fiatalabb kollégáim sorra mennek el. Hát akkor nekem boldognak kell lennem minden pillanatért, és én reggel, amikor fölkelek, akkor azt mondom, jaj, de jó, de jó. És akkor azt is mondom mellé, Erzsi, de hülye vagy, hát mire mulatsz te? Hát mi történhet veled? Már semmi jó nem történhet. És történik. Történik, mert örülök neki, mert ilyen pici, apró dolgoknak is örülök. És akkor az egy öröm. Hát soha életemben nem hittem volna, hogy nekem boldogságot jelent azt, hogy állok a tus alatt és zuhanyozok. Mert hónapokig nem tudtam egyedül fürödni se, olyan beteg voltam. Na most akkor oda megyek és engedem a vizet, de akkor is közben eszembe jut, hogy Istenem, és mekkora lesz a vízszámlád, te marad. Hát nem a bányából jöttél, menj már ki innen. De olyan jó engedni magamra a vizet, azon gondolkodtam, beviszek egy sámlit, és leülök, és csak élvezem a meleg vizet. Hát ilyen apró örömöknek kell mindennek. Akkor megkerestem olyan, hogy bőröndökben vannak régi ruháim. Szerettem mindig vásárolni. És most például a karantén alatt előszedtem, és belenézem, és mondom, jaj, Istenem, milyen boldog voltam akkor, mikor ezt viseltem, és itt voltam, vagy ott voltam, és így fölidézem ezeket a dolgokat, aztán visszarakom őket. Mondom, ezt majd legközelebb már elajándékozom, mert most már nincs értelme tartogatni. Soha többet nem fogom fölvenni.
Hát azért én nagyon remélem, hogy lesznek olyan ruhadarabok, amiket lesz még sokat-sokat alkalma hordani és mosni, mert ugye beszélgetés elején azt is elárulta, hogy ön nagyon szeret mosni. Igen. Kívánok rengeteg derűs pillanatot, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugyanezt kívánom mindenkinek. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk újra Mozaikkal, viszontlátásra.